Sziasztok! Éppen takarítjuk a medencét, ez a mai program fantasztikus lesz. Hát szegény látszik is a háttérben, elég ramaty állapotban van, ugyanis a takarófóliája megsérült, elszakadt és beleesett az egész a medencébe télen. Meg hát ugye rengeteg gyönyörű fánk van itt, ezt így látszik is, hogy mennyi szép fánk van, ami ugyan nagyon szép, de én ilyen szempontból nem nagyon örülök neki, hogy itt vannak a medence mellett, mert mindig tele van a medence levelekkel. És most, hogy megsérült a fólia, ezek mind beleestek a vízbe, és körülbelül olyan szag van itt most, mint a mocsárban gyakorlatilag. Ezt most még nehéz elhinni, de ebből a medencéből gyönyörű szép tiszta medence lesz egy pár órán belül. Holnap feltöltjük vízzel, hogy szépen tudjon melegedni, szóval ez csodaszép lesz. Megmutatom a végeredményt, de ebben az állapotában, hát szerintem nincs olyan normális ember, aki belemenne, ha csak nem azért, hogy gumicsizmástól kipucolja. Na, Mollika, felkészültél a munkára? Igen, nagyon. Úgy döntöttél, hogy te is segítesz? Igen, én nagyon szeretek segíteni, és igen. Igen, tavaly is benne voltál, fölvetted a gyönyörű kis Barbie pink gumicsizmádat, úgyhogy hozzáöltöztél a melóhoz, fantasztikusan stílusos. Na jó, hát akkor szerintem lehet beleugrani ebbe a gyönyörű szép medencébe. Tényleg nehéz elhinni, de pár órán belül ez csodaszép lesz, ez a medence. Tényleg, gyönyörű lesz. Na jó, azt hiszem megyek átöltözni. Mondjuk nekem nincs gumicsizmám. Hát akkor miben menjed be? Tűsarkúba? Nem, valamit kitalálok. Na, milyen a meló, Mollika? Tök jó! Élvezem! Tényleg élvezed? Tavaly is festen csinált. Igen, tavaly is segített, emlékszem rá, és nagyon lelkes volt akkor is. Na most akkor mit csináljak? Én menjek bele, vagy itt a partról erősítsem a csapatot? Na, ide jönnek a tárkér, így maradjunk. Ja, hogy én maradjak kint a parton, és akkor innen segítsek. Jó, hát oké. Szóval kiderült, hogy nekem most az lesz a feladatom, hogy én nem ásszak bele a medencébe, függetlenül attól, hogy nagyon nagy móka benne tapicskolni ebben az iszapos vízben gyakorlatilag. A szaga tényleg, gyerekek, mint egy mocsárban, komolyan. Szóval nekem az lesz a feladatom, hogy itt álljak a medence partján, és amit kiadogatnak nekem vödörbe, koszos, mocskos vizet, azt elvigyem és beleöntsem itt egy ilyen gödörbe, egy ilyen gyűjtőbe, úgyhogy munkára fel. Szuper, most meg úgy tűnik, hogy tönkre ment a búvárszivattyú. Egész eddig szivattyúztam vele a vizet, egész nap, gyönyörűen leszívta, ennyire, amennyire látjátok. Most viszont az utolsó pár, hát nem is tudom, centit kéne kiszivattyúzni, ilyen sáros vizet. Most beadta a kulcsot, úgyhogy nagyon jó lesz, mert ha nem javul meg, akkor fogjuk majd a lapátot, és azzal szépen vödörbe hányjuk a vizet. Nagyon jó fitness egyébként. Be a medencébe, ki a medencébe, egy nehéz vödörrel ajánlom mindenkinek. Nem tudom, látjátok-e, hogy az én drágám ilyen balerina tütűben pucolja a medencét, de fantasztikusan néz ki, már a csizmája is kezd alakulni, a kinézete, de a balerina tütű az megvan. Ez a lényeg, igaz? Egy nő minden helyzetben maradjon nő. Akkor is, hogyha egy ilyen koszos medencét pucol, akkor is legyen balerina tütűben. Nem akar működni? Nem. Jó, de húrgassa, de miért? Működik, de nem szivattyúzza a vizet. Addig fröcsköl itt ez a szivattyú, amíg a végén lezuhanyozunk ezzel a jó kis büdös vízzel. Jó. Tehát nem jön a slagból semmi. Most már jön? Ó, elindult! De jó! Hogy áll ez a part is? Már ez se jó. A pacsis is elromlik. Nem csak a szivattyú. Semmi? Nem működik a szivattyú. Továbbra se. Pedig azt hittem, hogy az előbb megjavult. De nem. Ajajaj. Söpörjek. Mindjárt jöhet söpörni. Hogy fogunk ebbe a medencébe mi fürdeni? Azt mondjátok meg. Hogy fogunk fürdeni? Hogyha ezt a koszos, büdös vizet nem tudjuk belőle kiszivattyúzni. Nekem még gumicsizmám sincs, csak ez a szerencsétlen kis edzőcipő. A szerencséseknek jutott gumicsizma, nekem nem. Jó, jó. Na, akkor most ne is söprögessek, igaz? Majd söprök én. Elsöprögetek itt magamban.
Mollika rettenetesen élvezi ezt a dolgot. Nagyon. Élvezed, ugye? Nagyon. Most mind a ketten itt vagyunk bent a medencébe egyébként. Nagyon nagy élmény üres medence közepén áldogálni. Jó, hát ezt nem tudom megmondani, hogy miért nagy élmény, de az. Na, még táncolsz is a partfisssal? Partfiss tánc? Hát, ha már úszni nem tudunk benne, legalább táncolunk a partfisssal, igaz? Hát ma nem lesz az hétszentség. Ez az, ez az. Adj neki. Jövök söpörni. Újra támad a rózsaszín gumicsizmás hadosztály. Szuper, újra megjavult a szivattyú. Ilyen örömöt. Ilyen örömöt, gyerekek. Ki hitte volna, hogy ennek ennyire fogunk örülni, hogy ugrálunk örömünkben, hogy megjavult a bulvár szivattyú. Apró örömök az életben. Na, ez az én munkám. Ezt a koszos vizet kell nekem kiönteni. Amíg a csapat bent szorgoskodik a medencében, ott, addig én viszem ki a koszos vizet, ezzel segítek. Aztán megyek majd én is sikálni. Na, most már lassan kezdődik a sikamika, mert most már kiszedtük belőle ezt a üdös vizet, meg az iszapot, sarat. Úgyhogy most kezdődik a tisztább része, mert most már habos, fertőtlenítőszeres vízzel mossuk ki, én is mindjárt megyek bele. Tehát még mielőtt kommentelnétek, hogy én csak itt osztom az észt a medence partján, nem igaz. Csak addig osztom az észt, amíg forog a kamera, utána bemegyek, és már nem én fogom majd a kamerát, és én is pucolok. Nekem legalábbis nem derogál belemászni a medencébe és kipucolni, abszolút. Ez fárasztó! Fárasztó, egyem a szíved, persze, hogy fárasztó, hát ez bárkinek az lenne. Itt van az én kis tütűs balerinám, aki keményen sikálja az oldalát, az igen. Komolyan mondom nektek, gyerekek, mára volt egy parti meghívásunk, egy kerti parti meghívásunk, így délutánra estére, és nem azt választottuk, hanem a medence pucoválást, mert hogy ugye lassan tölteni kell bele a vizet, hogy melegedjen, és azt gondolom, hogy nem döntöttünk rosszul, mert hogy ez jó buli. Legalábbis így, hogy együtt csináljuk, apróra nagyja, így egész jó buli. Közben készítem a kislányom kedvenc ételét, a rántott húst vacsorára, mert az a gyerek, aki ilyen derekasan dolgozik, ugyanúgy, mint a felnőttek, az megérdemli, hogy ilyen fejedelmi kaját kapjon. Ezt már számtalanszor elmondtam különböző műsorokban, hogy én utálok rántott húst készíteni, mert iszonyú macera, amíg az ember bepanírozza, és utána az is macera, ami kisüti, az egész lakás büdös lesz tőle, de ez a tündéri gyermek igazán megérdemli. És nem nagy ár érte az sem, hogy az egész konyha úszik és büdös van. Mi van, drágám, tart még a lelkesedés? Picit. Sikárkefével a kézben? Még szerencsé, hogy nem csak ketten vagyunk, átjött egy kedves szomszédunk is segíteni. Képzeld el, már készül a rántott hús, már beletettem a serpenyőbe, úgyhogy az első adag már sül. Hú, egyből erőre kapott a gyermek, hogy meghallotta a rántott húst, hogy már sül. Az igen. Kiveszem az első adag húst, beleteszem a másodikat, aztán jövök be én is sikálni. Oké, most jöttem ki a medencéből. Akkor is jó buli ez, hogyha nem annyira jó buli, mert piszokul fárasztó. De hát a pancsolásnak ára van. Itt van egy kedves szomszédunk, és segít nekünk medencét puszolni. Szerencsére ő még akkor is bírja, amikor mi már mindketten kidőltünk Mollival. Oké, a gyermek feladta. Elfáradt szegényként, nem is csodálom. Hozom a szivattyút, megint! Oké, már végeztünk. Teljesen kész vagyok. De azért még nem lett teljesen elegem a vízből, úgyhogy most irány a kád. Forró víz. Végre!